Katartikus élményt jelent legalább a 200 tagú mezőny felének minden évben a bátaszéki célba érkezés, a Bonyhád-Bátaszék 24 kilométeres futóversenyen. Sokaknak kihívás ez a verseny valóban, mert hogy ez még 3 kilométerrel hosszabb is, mint egy hivatalos félmaratoni. A nehézségi foka is jóval meghaladja a gyakori szintkülönbségek miatt az átlagosat. És minden évben több tucat olyan versenyző van, aki ennél könnyebb terepen lefutott már cirka 20 kilométert, miután neki merészkedik ennek a Bonyhád-Bátaszék közötti versenynek. Ők azok, akik több mint 2,5 óra, olykor 3 óra alatt érnek a hosszú távfutó magányosságának minden kínját átérezve Bonyhádról és Bátaszékre. És ők aztán át tudják érezni az ókori görögök elhíresült mondását, miszerint el kell fáradnunk ahhoz, hogy megérezzük a pihenés ízletes örömét. Ezek közé tartozott, amint egy 2 tucatnyi bátaszéki résztvevő között maga a polgármester Bozsolik Róbert is, aki labdarúgó pályafutása régi lezárása után is rendszeresen mozog egészségmegőrző céllal, sőt, évekkel ezelőtt, amolyan kíváncsiságból, egyszer teljesítette ezt a versenyt, de megye még újra, különösebb nagy rákészülés nélkül is, így 50 fölött vetődött fel benne a kérdés. Mint a befutó képei tanúsítják, ő, mármint Bozsolik Róbert, a sűrű nagy mezőnyben meg, illetve beérkezett. Mindenkinek kellenek bizonyos célok, kellenek maga elé tűzön olyan dolgot, amikor egy kicsit saját magát kell legyőzni. Hát egy ilyen maratonnál egy kicsit több, hiszen 23,8 kilométert futottunk. Ez már az, amit úgy gondoltam, hogy egy általános állóképességhez képest egy kicsit több. De hát ennek a versenynek a talán a népszerűsítéséhez az is hozzátartozik, hogyha beszállunk, és nem csak beszélünk a sportról, hanem saját magunk aktívan is részt veszünk ennek a dolognak. Nagyon fájt. Az elején még jól éreztem magam, ugye próbáltam én is készülni magára erre a megmérettetésre, úgy 15-18 kilométerig úgy jól éreztem magam, de onnan minden lépés már nagyon fájt. Úgy gondolom, hogy vagy a tér? Az izmok, tehát gyakorlatilag elfáradtak az izmok. Azért 50 fölött már nem annyira könnyen regenerálódik a szervezet menet közben sem, de majd egy néhány nap múlva már egy szép emlék lesz, és újra nekiállok és kocogok. Előtte mikor futotta egybefüggően mondjuk síkterepen 20 kilométert, vagy 21-et? Nem futottam. A felkészülési időszak alatt 18 kilométer volt a leghosszabb táv, amit itt Bátaszék környékén futottam. Figyelembe véve azt, hogy tudtam, hogy ebben a távban azért vannak dombok. Tehát én a dombos terepen futottam ezt a 18 kilométert, de már az is nagyon fájt. Éppen ezért nem csak kellő edzettséget, hanem felkészülést is igényel a kezdőknek vagy középhaladóknak számító amatőr futóknál ez az országúti félmaratoni. Ha ez még nincs meg, ez a tény generálja bizony a párok, triók létrejöttét. Testvérpárok, rokonok, együttes beérkezése is színesítették a versenyt. A rájuk eső távot már lefutottak, kocsiba pattanva bevárták az utolsó etapot teljesítő csapattársat, és jelképesen együtt sokszor kéz a kézben érkeztek. Az amatőr hosszú távfutás szűkebb, tágabb elitje is rendszeresen jelen van. Az 5-ször győztes Orsol Zoltán és társait már egészen más cél vezérli. Őt például legfőképpen az, hogy mennyit tud majd lefaragni a közelgő nagy budapesti maratonon a jelenlegi legjobbjából a 2:50. Így ez a verseny jó kis edzés volt a most 1:26 alatt célba érkező atlétának. Most 2:50 van, most 2:40 szeretnék teljesíteni. Mindenki csinál egy maratont? Lefutja a 42-t? Igen. Hát külön-külön csak összeadják, hát csapatmunka lesz majd. A Bonyhád-Bátaszék futóverseny jóval több, mint célállomás Bátaszék számára. Az általuk megrendezett fontos éves sportversenyek egyike lett. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon szép, hosszú évekre visszavezető hagyománya van, a futók szeretik. Bízunk benne, hogy még nagyon sokáig lesz Bonyhád-Bátaszék futóverseny. Egyébként a főszervezők is hosszú távra rendezkedtek be.